demokrácia és szabadság, amiben hinni tanítottak minket, a valóságban egy furfangos és láthatatlan gazdasági diktatúrává vált. Amíg az egész társadalmunk teljes mértékben a banki hitelektől függ, hogy legyen pénzkínálata, addig a bankárok abban a helyzetben lesznek, hogy eldönthessék, ki kapja meg a pénzt, amire szüksége van, és ki nem. Kevesen tudják manapság, hogy Amerika történelme az 1776-os forradalom óta főként annak a hűséges harcnak a története, hogy megszabaduljon és szabad maradjon a Rothschildok uralta nemzetközi bankvilágtól. Ezt a küzdelmet végül 1913-ban veszítette el Amerika, amikor Woodrow Wilson elnök aláírásával hatályba léptette a szövetségi banktörvényt, ezzel a nemzetközi bankkartel kezébe játszva a jogot Amerika pénzének létrehozására. Rendszer hatalma mélyen belékhívódott. Ugyanilyen mély az oktatási rendszer és a média hallgatása a témáról. Évekkel ezelőtt egy kanadai miniszterelnök helyettes nem hivatalos felmérést készített könyvéhez több tucat magasan képzett szakember és józan gondolkodású laikus körében az utcán. És azt találta, hogy egyikük sem értette pontosan, hogyan jön létre a pénz. Tény, hogy valószínűleg teljes bizonyossággal kijelenthetjük, az emberek, beleértve a bankok első vonalbeli alkalmazottjait, egész életükben egy pillanatot sem áldoztak e témára. Te hogy vagy ezzel? A modern pénz, mint adósságrendszer egy kicsit több, mint 300 évvel ezelőtt született, amikor az első angol nemzeti bankot megalapították egy királyi kiváltságlevéllel, mely engedélyezte az aranybetétekre kiadott elismervények kibocsátását részleges fedezettel, egy szerény, 2:1 arányban. Ez a szerény arány azonban csak a közmondásbéli lábfej volt az ajtóban. A rendszer ma világméretű, gyakorlatilag korlátlan mennyiségű pénzt állít elő a levegőből, és majdnem mindenkit láncra vert az örökösen növekvő adóssággal, amit soha nem lehet kifizetni. Lehet, hogy mindez csupán a véletlen műve? Vagy az egész mögött egy nagyon jól titkolt összeesküvés húzódik? Nyilvánvaló, hogy itt valami nagyon nagy dolog forog kockán.